Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, és boldog vagyok, hogy ismét velünk tartotok a zenei utazáson. Talán emlékeztek rá, hogy az utolsó adásban egy gyönyörű Csajkovszkij keringőt hallhattunk, és arra gondoltam, hogy idézzük meg újra ezt a bálias hangulatot, ezért Lili lányommal egy Glinka keringő fantáziát fogunk nektek eljátszani. A zeneszerző neve nem annyira ismert, Mihály Ivanovics Glinkának hívják, és őt tartják az orosz zenei hagyomány megteremtőjének. Glinkának állítólag nagyon érdekes és kicsit vicces gyerekkora is volt, ugyanis katonatiszt édesapja egyáltalán nem a katonás szigorral nevelte őt, sőt a nagymama gondjaira bízta, aki nagyon féltette és óvta a kisfiút. Állítólag a szobában mindig 25 Celsius fok volt a hőmérséklet, és olyan kicsit nagymamásan mindig meleg szőrmékbe és ruhákba bugyolálta a kis Glinkát. Ugyanakkor az első zenei élményeit is itt szerezte, hiszen nagymamája rengeteget énekelt neki, sőt, itt hallotta a jobbágyoktól a népdalokat is, amelyeket később a zenéjébe beépített. Igazán iskolai rendszerű képzésben soha nem vett részt, zenei tanulmányait magántanároknál folytatta, de olyan hamar sikereket ért el szerzeményeivel, hogy lassanként az orosz zene atyaként kezdték emlegetni. Később sem igazán zenei közegben munkálkodott. Egy nagyon kedves anekdota szól arról, hogy az anyósa, a feleségének az édesanyja mindig kis Mozartnak nevezte őt. Egyszer egy barátja meg is kérdezte tőle, hogy ugye azért hív így téged, mert nagyon szereti Mozartot. Mire Glinka azt válaszolt, hogy á, dehogy is. Mindössze annyit tud róla, hogy amikor Mozart elkezdett komponálni, akkor elég sok pénzt kezdett el keresni, és hát ebben reménykedik ő is. Bár családjában nem igazán zeneileg inspiráló környezetre talált, de azért nagyon szép dallamokat és szerethető műveket hagyott hátra, és én is különösen kedvelem ezt a keringő fantáziát. A keringő az egy háromnegyedes tánc, a fantázia pedig azt jelenti, hogy mintha improvizálna, játszana a dallamokkal, tovább gondolja őket. Számomra olyan, mintha fellép benne a függöny, megszólalnának a fanfárok, az elegáns ruhákba öltözött urak elővezetnék a hölgyeket, és megkezdődne a gyönyörű, fergeteges, véget nem érő tánc. Hát ebben a hangulatban hallgassátok meg Mihály Ivanovics Glinka keringő fantáziáját. Thank you.
Őszintén remélem, hogy titeket is magával ragadott és elvarázsolt ez a gyönyörű zene, és bár kicsit hosszú volt, de legalább volt időnk elmélyülni, a fantáziánkat hagyni szabadon szárnyalni, és ilyenkor elő lehet venni a rajzlapokat, a vízfestékeket, a színes ceruzákat, és akár egy történetet is kitalálni, amelyet a zeneszerző el akart nekünk mesélni. Én azzal az üzenettel zárnám ezt a mai adást, hogy bizony-bizony a zene egy fentről jövő ajándék, és gyógyír minden léleknek. Érdekes módon engem is ez a zenemű inspirált a legutolsó Lélekhíd című lemezünk megálmodására, amely köré egy kis kerettörténetet is írtunk, hogy még jobban erősítsük a mondani valóját. A mai világunkban sajnos vagy nem sajnos, de központi szerepet játszik a mobiltelefon, és mi szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy bizony enélkül is létezik egy csodálatos világ. Egy kislánya, hogy a telefonját keresi, egyszer csak beéti a zongorába, és amikor a húrok közül próbálja kihalászni, ő maga is beleesik a hangszerbe. És amikor kinyitja a szemét, akkor egy varázslatos birodalomba érkezik, ahol ott van egy zongorista, aki elmeséli neki, hogy ő bizony nem csak a zongora billentyűjén, hanem a szív billentyűjén is játszik, és megmutatja azt, hogyha ebben a világban barangol, akkor az élete biztos, hogy színesebb és gazdagabb lesz. Hát ezzel az üzenettel szeretnénk a mai adást zárni. Nagyon-nagyon várunk titeket következő alkalommal is. Legyen szép napotok, jó tanulást, jó egészséget mindenkinek. Mi várunk titeket a zenevarázslattal. Sziasztok!